Ma már bizonyítottnak tekinthető az összefüggés a bőrtérő napfény UV-sugárzása és a melanoma között. Szintén ismert, hogy a bőr komolyabb elváltozásai nem azonnal vagy néhány héten belül alakulnak ki, hanem a napsugárzás hatásai akár évek múlva indítanak el rosszindulatú folyamatokat. Nagyon sok a bőrdaganat, amit a napi praxisban diagnosztizálunk, lényegesen több, mint a korábbi évek során. Ez nagyrészt a túlzott napfény károsodásnak köszönhető, és itt különösen kiemelném azt, hogy az utóbbi években a melanoma előfordulása lényegesen megnövekedett, különösen a fiatalok körében, ugyanis a melanoma kialakulásában az egyik fő rizikó tényező a gyermek, illetve a fiatalkori nagyobb leégések. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő fényvédelemre. Arról se feledkezzünk meg, hogy a fényvédőket nem csak a napozás alkalmával kell használnunk. A sugarak akkor is elérnek bennünket, ha nem kifejezetten süttetjük magunkat, ha arcunkat, karunkat nem óvjuk, és anyajegyeink fedetlenek. Elég nagy számban vannak anyajegyei, ezért önnek oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő fényvédelemmel ellássa a bőrét. Jó, tehát hogyha strandolni megy, vagy amennyiben tudja, hogy hétköznapokban is többet lesz kint a napon, akkor mindenféleképp használjon 50-es faktorszámú fényvédő krémet, jó, illetve a tűzőnapot kerülje, illetve a megfelelő ruházattal tudja még magát megvédeni. Figyelgesse az anyajegyeit, jó, hogyha változást tapasztal, akkor mindenféleképp jelentkezzen, egyebekben pedig évente egyszer legalább jöjjön el anyajegyvizsgálatra. Az onkológiai szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a káros sugárzás nyomán kialakuló bőrdaganat esélye nem lebecsülendő, hiszen a 40 év alatti nők halálozási okai között egyre előkelőbb helyet kap. 35 éves kor alatt a szoláriumozás 87%-kal növelheti a melanoma kockázatát. Orvosi becslések szerint nem sokára minden 50. ember bőrrákos lesz, ha a jelenlegi tendencia folytatódik.